Tisztelt Országgyűlés, úgyszintén napirend előtti felszólalása jelentkezett. Tukacs István, képviselő úr, Magyar Szocialista Párt, ezer sebből véző egészségügy címmel. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt háztisztelt képviselőtársaim, csak a jegyzőkönyv szempontjából szeretném rögzíteni. Államtitkár úrnak gratulálok, hogy a napjait Torinóban pergető Kossuth Lajostól el tudott jutni a népszavazásig. Mégpedig azért szeretnék gratulálni, mert önök előszeretettel öblögetnek mostanában nemzeti ügyről, miközben én ajánlanék egy másikat. Mert Orbán Viktor személyes hatalmi játszmája számomra nem nemzeti ügy. Erről szól a népszavazás. Nemzeti ügy viszont az egészségügy, tisztelt képviselőtársai, mint önök nem hajlandók eként kezelni. Folyamatosan nem hajlandók eként kezelni. Nézzük csak végig, hogy mik az igazi problémák az egészségügyben. Az elvándorlás. Hiányoznak az orvosok, hiányoznak a szakdolgozók. A méltatlan fizetések. A területi egyenlőtlenségek ott, ahol már az szabja meg, hogy ki hogyan gyógyul, hogy hová születik. A hiányzó házi orvosok. A hiányzó gyermekorvosok. A beteg és orvos, orvos és orvos viszonyát megrontó méltatlan hálapénzrendszer. És még sorolhatnám. Arról már nem is beszélek, hogy a kórházak adósság állománya érdekes módon nem akar csökkenni. Ez biztos jele annak, tisztelt képviselőtársaim, hogy ebben a rendszerben kevés a gyógyításra szánt pénz. Melyek az államtitkár úr erre adott válaszai, mármint az egészségügyet felelős államtitkári? Legyen egy, vagy kettő, vagy három, vagy másfél szuperkórház. Legyen kancellárnak nevezett komisszár. Ki kell rúgni az elfekvőkből a beteg és ápolásra szoruló öregeket, lehetőleg egy térítéses rendszerbe. Ha a kórházi minimum feltételeknek nem hajlandók megfelelni az intézmények, ezeket a feltételeket le kell szállítani. Népegészségügyi program áldogál. És ráadásul államtitkár úr meghonosított egy sajátos rendszert, a konferencia kormányzás rendszerét, hogy különféle konferenciákon hoz elő bizonyos ügyeket. Legutóbb például az, hogy azért kell óvatosan bánni a krónikus osztályok elfekvők megszüntetésével, mert hogy ez az ellenzéknek adna támadási lehetőséget. Hát nem azért kell, mert embertelen. Ezek a válaszok alkalmatlanok az egészségügy problémáinak kezelésére. És hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez nem nemzeti ügy, amelyben nem kellene megállapodni a szereplőknek hosszas viták után, de hosszú időre, akkor mélységesen téved, és a szemhatára csak október 2-ig terjed. Tisztelt képviselő társaim, a kormány azon vacakol hónapok óta, hogy 18 új daganatos betegeknek szánt gyógyszert, azt használhatnak-e a betegek, vagy nem. Egy méltatlan úgynevezett méltányossági procedúrában 887 nap az az idő, amíg eldöntik, hogy a daganatos beteg gyógyulhat-e. Hát gondoljanak már bele! És erre a válasz az az, hogy hát igen, foglalkozunk vele. Ők meg várnak és nem tudnak gyógyulni. A következményei pedig ismertek. Tisztelt képviselőtársaim! Régen volt olyan dolog, hogy a szakma komoly szereplői egyetértettek abban, hogy mi az orvosság, és hogyan kell az egészségüggyel bánni. Ebben az első számú feltétel, hogy ebbe az ágazatba több pénz kell. Több pénz, és ez a pénz rendelkezésre áll. No persze nem úgy, hogy alkotmányos költségként valaki hazaviszi, mint Mennyi Voldemort úr, vagy úgy, hogy elveszti közpénz jellegét 260 milliárd értékben. Ezért tehát tisztelt államtitkár úr, a maga felelősségét is fogalmazza meg ebben, ha hajlandó egy kicsit figyelni, ha már Orbán Viktor kegyelméből parlamenti államtitkár lett, és gondolja át azt, hogy mi az ön felelőssége ebben. Mert hogy ha az egészségügyben vannak olyan szereplők, akik szervilis módon kvázi érdekképviselőként ezt a helyzetet jónak tudják, hát ezt majd eldöntik azok, akik megválasztják őket. Az viszont, hogy önnek van olyan pártársa, tisztelt államtitkár úr, akit Dublinba katapultáltak nagykövetnek, hogy eltűnjön szem elől, Pálffy Istvánról van szó, és aki a józanság teljes hiányával, megszoktuk már ugyan tőle, képes azt nyilatkozni, hogy az egészségügy teljesen rendben van, akkor én erre nem tudok mit mondani.
Ön általában, mint tegnap a Marcali kórház ügyében, ahol már nincs orvos és elfekvőt csinálnak belőle, elmúlt 8 évezéssel válaszol, másik képviselőtársam hálapénzzel kapcsolatos hozzászólására pedig nívótlan személyeskedéssel. Tisztelt államtitkár úr, ha nemzeti ügy, akkor ennél több komolyságot szeretnék öntől kívánni, ha erre egyáltalán alkalmas. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr.